Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és ebben a videóban elhoztam nektek top 10 ingyenes játékot, amit én ajánlok nektek, szerintem jók, érdemes őket kipróbálni, illetve én hosszú ideig eljátszottam velük. Az fontos tudni, ebben a videóban nem Steam-es vagy egyéb ilyen ranglista alapján állítottam össze a játékokat, én Steam-en néztem meg egyébként ezeket a játékokat, kiválogattam, amikkel én játszottam és szerintem jónak tartom őket, viszont nem úgy néz ki a lista, hogy mit tudom én, a tizedik a legrosszabb, a legelső a legjobb, ez teljesen nem mérvadó, tehát full random vannak a számok, a lényeg az, hogy szerintem mind a tíz egy nagyszerű játék, esetleg az utolsóra tudnék negatívat mondani, de ezt mindenki döntse el magának, nem fogom senkinek a véleményét befolyásolni. Csekkoljátok le a játékokat, nézzétek meg őket, úgy gondoljátok, hogy tetszik, akkor pedig játszatok velük. Ennek a videónak ez lenne a célja. Ha szeretnétek esetleg még hasonló videókat, hogy mutassak be esetleg top 10 fizetős játékokat, top 10 MMO-s játékokat, stb., akkor mindenképpen csapassatok egy lájkot, írjátok le kommentbe, hogy milyen videókat szeretnétek látni a csatornán, én meg fogom fontolni, és ennek megfelelően fogom számotokra csinálni a videókat. Addig is srácok, legyünk, vágjunk bele a videóba. Jó szórakozást kívánok mindenkihez, csapassuk. Vagy nem mindenkihez, hanem mindenkinek, csapassuk. A következő játékunk nem más lesz, mint a Valorant. Ez egy kompetitív játék, hasonlítani tudnám esetleg a Chigohoz, ugye 5 versus 5. A játéknak a jellegzetessége, úgy mint mondjuk a League of Legends-ben, különböző karakterek vannak, különböző képességekkel, tehát itt nem csak az számít, hogy milyen fegyverrel vagy, mivel lövöd le az ellenséget, vagy hogy hogyan helyezkedsz el a pályán, hanem minden karakternek megvan az egyedi képessége, van amelyik például tud healelni, van amelyik például be tudja vakítani az ellenfelet, van amelyik például le tudja fagyasztani, van amelyik például tudja blokkolni egy bizonyos ideig, tehát rengeteg fajta karakter van, folyamatosan bővül a játék a karakterekkel, ezzel is nehezítve a játékot, újabb taktikákat, stratégiákat kell kieszelni, hogy melyik karakter ellen mi a jó, melyik pályára melyik karaktert érdemes hozni, hogyan kell helyezkedni a pályán, újabb pályákkal is folyamatosan bővítik a játékot. A játék szerintem pörgős, izgalmas, élvezetes, a Riot Games-től már a jól megszokott játékmenet, úgyhogy én azt mondom nektek, srácok, lányok, egy ingyenes játékhoz képest szerintem a Valorant teljesen jó, tényleg egy komolyan vehető játék, akár e-sport szinten is űzhető, szóval én ezt ajánlom mindenkinek. A következő játékunk nem más lenne, mint a Genshin Impact, ez az anime fanoknak biztos tetszni fog, hiszen mint már a videóban is látjátok, egy anime világban beszélünk anime karakterekkel, ez egy MMORPG, egy open world MMORPG, amit tudni kell a játékról, és ezt most leszeretném szögezni, mint a többi MMO-ban itt sajnos nem egy fix egyedi karakterre mész, amit te lekusztomizálsz, a játék elején kiválaszthatsz egy fiú vagy egy lány karaktert, az lesz igazából a main, azaz a fő karaktered, emellett pedig folyamatosan tudod változtatni, hogy éppen milyen karakterre szeretnél lenni, de ezek fix karakterek, tehát például van az IAS, ami tüzetlő, van a srác, aki például jeget tud varázsolni, és így tovább, tehát minden karakternek megvan az egyedi képessége, azoknak a kinézetén nem tudsz változtatni, és minden pályára, minden adott szituációban megvan, hogy melyik karakter kell, tehát például logikusan a jégszörnyeket tűzzel kell megölni, a tűzszörnyeket jéggel kell megölni, van szélelem, tűzelem, földelem, tehát nagyon sokfajta elem van a játékban, tehát nagyon változatos a játék, a csaták, a környezet, a dungeonök, és az, hogy logikázik, hogy te most éppen melyik karakterrel mit csináljál, hogy csináld, a pályákon vannak ilyen megfejtős rejtvények, amit neked ki kell találni, hogy meg kell lőni például egy adott oszlopot, hogy aktiválja neked valamit, tudsz a játékban repülni, de nem is inkább repülésnek mondanám, inkább így siklassz a levegőben. Szóval a játék tényleg le tud kötni téged, és ami nagyszerű, hogy ez nem csak számítógépre, hanem telefonra, és elérhető, és ugyanonnan tudod folytatni telefonon, ha esetleg számítógépen abba hagytad, tehát mondjuk itt, ha játszol, elmész a munkába, vagy bárhova tudod telefonon nyomni, úgyhogy szerintem ez tényleg egy igazán nagyszerű dolog, ugye ezt a játékot mindenkinek ajánlom. A következő játékunk nem más lesz, mint a Terra Online, ez szinte úgy egy MMORPG, ami szerintem ebben a játékban nagyszerű, hogy rengeteg karakter van, amit tudunk használni a játékban különböző képességekkel. Ezt hogyan is értem? Tehát ebben a játékban igazából nem az, mint egy többi MMO, hogy van négy karakter, van egy IAS, egy harcos, egy healer és még valami, hanem tényleg van bőven azért karakter, amit tudunk játszani, sok faj van. A játék grafikája lenyűgöző, hangulat lenyűgöző, a számomra, ami ebben a játékban tényleg nagyon megfogott, az a játéknak az irányítása. Nem az, amit egy átlagos MMORPG vagy anemészes szörnyhöz megüt, te visszaütsz, hanem folyamatosan tudsz mozogni, bármikor tudsz lőni, tudod játszani kontrollerrel,
egérrel, billentyűzettel, tehát a harcrendszer az teljesen megváltozott a többi MMORPG-hez képest. Itt folyamatos pörgős játékmenet van, és azon múlik a játék azában, hogy mennyire vagy skilles, mennyire tudod az adott harcot éppen jól kezelni. Nem úgy, mint mondjuk a WoW-ban, hogy ütsz, vársz, varázsolsz, van ott ugye CD, stb. Itt tényleg folyamatosan megy pörög ezzel a játék, természetesen itt is vannak cooldownok meg minden, de itt tényleg a harcrendszer egy kicsit összetettebb, mint egy másik MMORPG-ben. Nagyon eltér a megszokott harc menettől, szóval itt egy kicsit fura lehet számotokra eleinte a játék, viszont hogyha megszokjátok, akkor tényleg magával ragad a játék. A játéknak a világa, a története is nagyon jól ki van találva, folyamatos frissítésekkel pedig a játékot nagyon szerintem életben tartják, ez a mai napig él és pörög. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy a Terra Online mindenkinek ajánlom, én sokáig játszottam vele, mostanában már nem játszok vele, hiszen most újra elkezdtem vovozni, de a játékot mindenképpen ajánlom, hiszen ingyenes, megéri lecsekkolni. A következő játékunk a League of Legends lesz, ez egy MOBA játék, egy felülnézetes, mutatói stratégiai játék. A cél az, hogy elpusztítsd az ellenségnek a tornyát, illetve eljuss a fő tornyához és azt elpusztítsd. Ekközben a játékban különböző karakterek segítségével kell segítened a csapatodat, hogy előrébb juss a meccsben. Vannak védőkarakterek, vannak támadó karakterek, vannak távolharci karakterek. Nagyon sok karakter van most már a játékban, tehát a játék már tényleg nagyon összetett. Emellett a játékban van a bolt rendszer, miközben ölöd a minionokat, illetve a játékosokat, folyamatosan kapsz pénzt a játékban, amit neked el kell költeni bizonyos tárgyakra, viszont nem mindegy, hogy milyen tárgyat veszel és melyik karakterre, hiszen ez lényegesen megváltoztatja a játéknak a kimenetelét. Ha rossz tárgyakat veszel, ezzel a karakter egy gyengébb lesz, ahelyett, hogy erősebb lenne, ezzel a csapatodat hátráltatod, az ellenség pedig könnyebben bejut a tornyokhoz, könnyebben elpusztít, ezáltal ő jobb és erősebb tárgyakat tud vásárolni, amivel lényegesebben előnyhöz juttatod az ellenséget. Tehát a játékban nem mindegy, hogy milyen karakterre mit veszel, milyen karaktert hozol, és hogyan segíted a csapatodat. Tehát a játék tényleg nagyon összetett, viszont izgalmas, és haverokkal pedig tényleg jó tolni, hogyha már egy kicsit belemerültök jobban a játékban. Én azt mondom nektek, aki kihívást szeretne, az mindenképpen vágjon bele a League of Legends világába, csapassátok! Sajnos a jelenlegi játékon nem igazán találtam trailer vagy gameplay videót, ami rövid lenne, és át tudnám mutatni nektek a játékot. Én megpróbálom átmagyarázni nektek, vagyis elmagyarázni nektek, hogy ez hogyan is néz ki. A képen is látható, vannak karikák, körülötte pedig nagyobb karika. A játék ez egy ritmus játék, tehát oda kell vinni az egeret, miközben szól a zene, és ahogy szűkül az a nagyobb kör, rá kell vinni az egeret a kis karikára, le kell nyomni az X-et, így ritmusra kell lényegében kattingatnod és nyomogatnod az X-et, tehát húzod az egeret a karikákról, nyomogatod az X-et, illetve nem csak ez a lényeg a játéknak, hiszen van olyan, hogy folyamatosan kell nyomni az X-et és úgy húzni, van, hogy csak épp, hogy le kell nyomni, hogy szűkül a karika, valahogy pörgetni kell az egeret, és vannak különböző játékmódok, amiket nem tudok nektek bemutatni, nem próbáltam őket. Én ezzel az egyen játszok, ezzel a ritmus játék részével. A játékban, ha jól tudom, még kettő fajta játékmód található, úgyhogy mindenképpen érdemes lecsekkolni, ez egy ritmus játék, tudtok letölteni hozzá zenéket. Ha van valami zene, letöltitek, berakjátok, különböző nehézségi fokozatok vannak a játékban, tehát lényegében tudtok ezzel gyakorolni különböző FPS játékokra is, hogy a reflexeteket fejlesztétek, emellett hallgatjátok a kedvenc zenéteket, és ritmusra tudtok lényegében rájátszani. Én például ezt már tablettel tolom, szerintem úgy egyébként jobb a játék és élvezhetőbb, van, aki már ugyanúgy egérre tolja és számára ugyanúgy élvezhető. Szóval én azt mondom nektek, srácok, lányok, csekkoljátok le, nézzetek róla esetleg videókat az interneten, hogy miről is beszélek, akinek esetleg ez nem volt érthető. Úgyhogy srácok, lányok, csapassátok! A következő játékunk igazi horror játék lesz, ami haverokkal nagyon élvezhető. Ez a játék nem más, mint a Deceit. A lényege az, mondjuk az Among Us-nak, hogy vagytok öten, és ebből az öt játékosból a kettő gyilkos. De nem akármilyen gyilkos, hiszen itt egy FPS horror játékról beszélünk. Az a lényeg, hogyha te vagy a gyilkos, akkor vért kell innod, úgyhogy ezt a többi játékos ne lássa, hiszen ha rájönnek, hogy te vagy a gyilkos, értelemszerűen megölnek és kiszavaznak a játékból, így számodra véget ér a játék. Ha a kettő gyilkost a játékból kiszavazzák, akkor azok nyerik meg a meccset, akik ugye a menekülők, tehát a sima emberek. Viszont hogyha a kettő gyilkos elég vért iszik, akkor át tud változni szörnyé, és meg tud ölni bizonyos idő alatt a többi játékost. Ha erre esetleg nem kerülne sor, akkor még továbbá is tud vért inni, míg tart a játék, és újra át tud megint változni, és meg tudja akadályozni, hogy a játékosok kimeneküljenek. A játékosoknak pedig a feladatuk az, hogy különböző megoldásokat találjanak a pályán, vannak ilyen feladatok, amiket meg kell csinálniuk. Ha azokat megcsinálják, egyre jobban jutnak ki a pályáról, végül elérnek a legvégére, ahol lesz egy kimenekítő pont, ahol ki tudnak jutni.
Ha a szörny nem tudja megakadályozni őket és kijutnak, megnyerik a meccset, illetve ha megölik a szörnyeket, kiszavazzák mind a kettő szörnyet, megnyerik a meccset. Ha a szörnyek megakadályozzák a kimenekülést, vagyis megölik a kettő játékost, vagy a többi játékost, nem a kettő játékost, akkor a szörnyek nyerik a meccset. A játék izgalmas, ijesztő, úgyhogy ajánlom mindenkinek, haverokkal pedig végképp élvezetes. Ja, és a játékban van magyar nyelv, szóval csekkoljátok le. A következő játékunk egy igazi klasszikus, ez nem más lesz, mint a Team Fortress 2. Ez a játék nekem a gyerekkorom volt, nagyon sokat játszottam vele a haverjaimmal és nagyon élveztük. Ebben a játékban mi a jó és mi a nagyszerű? Nem elég, hogy ebben a játék alapkoncepciója az lenne, hogy van a kék és van a piros csapat, és azon belül is van sok karakter. Például van a Pyro, akinek lángszórója van, van a Soldier, akinek rakétavetője van, van a Heavy, akinek egy mini gépárgyúja van, van a Scout, aki egy felderítő és ilyen kis shotgunja van, van a Medic, ugye, aki tölti a többi játékos életét, van az Engineer, aki építget, Sentry-t, adagolót, de emellett rengeteg játékmód van a játékban, például ugye a kettő piros és a kék csapat harcol egymással, van pontfoglalás, kifoglalja hamarabb az összes pontot, az nyeri meg a meccset, van olyan, hogy mit tudom én, 20 játékosból egy ember a Sexton Hill, neki van 10 000 élete, vannak szuper képességei, szuper nagyokat tud ugrani, és őt kell megölni, vagy ölni meg a többi játékost, vagy tűritek meg őt. Van például ilyen labdás játékmód, hogy be kell dobni a kapuba a labdát, aki ezt hamarabb megteszi és több pontot ér el, az nyer. Van olyan, hogy tolni kell egy kocsit, aki hamarabb betolja a kocsit, az nyer. Van parkör, nagyon sok játékmód van, ebben a játékban ez a lényeg, hogy lényegében a community, azaz a közösség alkot játékmódokat, szervereket, és lényegében ez tartja életben a játékot. Ha meguntad a játék alapkoncepcióját, azaz, hogy ölsz, és a két csapat egymás ellen van, felmehetsz community szerverekre, ahol egy teljesen más élményben lesz részed. Rengeteg új játékmód, nagyon jól kitalált ötletek, és megvalósított ötletek. A srácok, lányok, a Team Fortress 2-nek a community-je még mai napig él, egy mai napig nagyszerű játéknak tartom, néha fel is szoktam nézni játszani, úgyhogy én ezt ajánlom mindenkinek. A következő játékunk az Apex Legend lesz, ez egy Battle Royale játék. Ennek a játéknak a jellegzetessége igazából az, és amiatt nagyon szeretik az emberek, az, hogy nagyon pörgős. Nincs egy 5 perc nyugtat sem a játékban, folyamatosan van valami, ami miatt neked menned kell, csúsznod kell, ütnöd kell, ugrálnod kell, lőnöd kell. Nincs nyugtod a játékban, minden karakternek megvan az egyedi képessége, hogy például falon tudsz ugrani, oda tudod húzni magad a falhoz, klónokat tudsz csinálni magadból, portált tudsz nyitni, gyorsabban tudsz rotálni a pályán. Rengeteg fegyver van a játékban, hillelési lehetőség, shieldelési lehetőség. A játéknak a seasonjei, illetve a Battle Pass-nak története van, tehát érdemes folyamatosan figyelgetni ezeket, és utána olvasni a történeteknek, hiszen nagyon jó sztorikat szoktak kitalálni a játékhoz. A játék eléggé felkapott jelenleg a Steam listán, nagyon sokan játsszák. Jól tudom, a top második vagy a top harmadik jelenleg a listába, tehát elég szép eredményeket ért el a játék. Én megpróbáltam, kipróbáltam ezt a játékot. Szerintem elmegy, én úgy vagyok vele, hogy nem szívesen játszok vele, de ez csak az én döntésem. A játékkal különösebben nincs bajom, tetszik, viszont nem tud lekötni hosszú időre. Én inkább a Fortnite-a vagyok, úgyhogy azzal sokat játszok. Viszont a barátaim mai napig tolják az Apex Legendet, és ők mai napig úgy vannak vele, hogy szerintük egy kurva jó játék, és folyamatosan tolják. De a srácok, lányok, akit érdekel, az mindenképpen csapassa, úgyhogy csapassátok, ezt jól megasztottam, ugye? Tudom, hogy tetszett, tudom. A következő játékunk nem más lesz, mint a Conqueror's Bale. Ehhez hasonló játékokkal innyien még nem igazán játszhattunk, szóval ez a játék tökéletes lesz számunkra, hogy kicsit beleéljük magunkat, milyen egy harcvező kellős közepén lenni, és kaszaborni az embereket. A játék arról szól, hogy lényegében a lovagok korában egy kapitányként van egy saját hadseregünk, tudunk megtámadni várakat, tudunk harcolni a csatamezőn, lovagolva, láncsával, íjjal, különböző fajta fegyverekkel. Ezt a játék elején tudjátok kiválasztani, hogy ti milyen fegyverre szeretnétek specializálódni. Ez egy open world MMORPG, emellett pedig konkrétan egy lovag szimulátor. Tehát amellett, hogy csinálod az open world MMORPG-es küldetéseket, el tudod foglalni másnak a várát, meg tudod támadni másnak a várát, a te váratot is megtámadják, azt meg kell védeni. Közben egy hatalmas csatatéren gyapod a hadsereget, a katonákat, a többi játékost. Szóval izgalmasnak izgalmas, én kipróbáltam, én úgy voltam vele, hogy ez nem az én világom, de aki például szereti ezeket a játékokat, szereti stratégiázni, hogy a hadseregét hova küldjék, mit védjenek, kire megy rá a csatatéren, ott kaszabolja sok-sok katonát, annak ez a játék tökéletes, megfelelő, a grafikával különösebb problémám nem volt, a régi számítógépemen, a régi videókártyámon kicsit gyatrán futott, úgyhogy egy kicsit erősebb gépigénye van a játéknak, viszont
A játékkal hogy különösebben problémám nem volt, nem az én világom, viszont aki szeret az ilyesmi hasonló játékokat, azoknak biztos tetszeni fog. Szóval csekkoljatok. Csekkoljátok le, nem csekkoljatok le. Ha engem ne csekkoljatok le, a játékot csekkoljátok le. Az utolsó játékunk pedig a listában nem más, mint a Counter-Strike Global Offensive, röviden pedig a CSGO. Ez a játék a Counter-Strike szériáknak a legutolsó része, és a mai napig töretlen első helyen áll a listában. Mit kell tudni a játékról, mi az alapkoncepciója? Vannak a counter terroristák, azaz a terrorista elhárítók, illetve vannak a terroristák. A terroristáknak az a feladatuk, hogy van egy pálya, van A, B vagy C side, le kell rakniuk a bombát, és azt meg kell védeniük, hogy felrobbanjon. A counter terroristát, azaz a terror elhárító részről a játékosoknak az a céljuk, hogy vagy lelőjék az összes terroristát, és hatástalanítsák a bombát, vagy még azelőtt, hogy a terroristák lerakták volna a bombát, megöljék az összes terroristát. A terroristáknak pedig az a feladatuk, hogy lerakják a bombát, megvárják még felrobban, addig ne halljanak meg, illetve ha lerakták a bombát, vagy mielőtt lerakják a bombát, megöljék az összes terrorista elhárítót, ezáltal megnyerjék a meccset. A játékban vannak különböző pályák és játékmódok, itt is a community-ben lényegében életben tartja a játékot. Emellett van ranked, azaz MM része a játéknak, ahol a játékosok kicsit komolyabb szinten is megmérettethetik magukat. Sajnos a játékban eléggé sok mostanában a csaló, így ez egy kicsit játékélmény romboló lehet egyesek számára, sőt M1-esek számára sajnos. Viszont a community-ben vannak elég jó szerverek, hide and seek, prop hunt, úgyhogy ha másért nem is, a community-ért mindenképpen megéri felnézni erre a játékra, letölteni és kicsit fanolni, úgyhogy srácok, lányok, én ezt a játékot ajánlom mindenkinek. Na hát srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, mindenképpen csapassatok egy lájkot, ezért jelzitek, hogy tetszett és szeretnétek folytatást. Ha újak vagytok a csatornám és még nem iratkoztatok fel, ne felejtsetek el feliratkozni, így nem maradtok le a hasonló tartalmakról, illetve videóimról, illetve ne felejtsetek el kommentet írni, hogy milyen videót szeretnétek még a csatornán látni, el fogom olvasni, meg fogom fontolni, és ennek függvényében fogok nektek videókat csinálni. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!